Kedden délelőtt gyermekhallgatóság előtt lépett fel a gyümri ifjúsági kórus a protestáns templomban. Az EKF projekt keretében háromnapos magyarországi koncertsorozat utolsó állomásaként hallhattuk őket Hévízen, a hangvető iroda szervezésében. Ennek a programsorozatnak az a lényege, hogy a világ 29 városából hívunk Veszprémbe és ide a régióba művészeket, zenészeket, festőművészeket, színházakat, írókat, hogy bemutatkozhassanak a városoknak a kultúrájával. A 20 főből álló, díjnyertes örmény gyermekkórus Sona Zarafian karmester vezénylésével örmény, illetve nemzetközi zeneszerzők műveit is előadták. A főként iskolások látogatta koncert létrejöttében nagy szerepet vállalt a Hévíz Turisztikai Egyesület. Nagy LKF-es rendezvénysorozat zajlott ebben az évben, és ezért a Hévíz városa is lehetőséget kapott arra, hogy a koncertekből, amik a projekt zárásaként kerülnek megrendezésre, helyszínt biztosítsunk. A díjmentes koncert helyszínét a hévízi protestáns templom biztosította, ahol november 4-én szombaton újabb külföldi fellépő várja az érdeklődőket az LKF nemzetközi zeneprogramjának keretében. Mari Kalkun észt zenész és dalszerző várja a közönséget.